pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Rónaszékiné Keresztes Mónika kezi csokolom, szép jó reggelt kívánok, és mindenek előtt boldog névnapot. Köszönöm. Reggel még biztos nem nézett minket, amikor azt mondtuk, hogy a Gergely naptár szerint 2017. május 4-e csütörtök, és a Mónikák napja van. Hogy sikerült elengedni a gyerekeket az iskolába? Ma reggel? Nálunk más a helyzet, mert akár hiszi, akár nem, de a legkisebb is elmúlt 18 éves. Ezt akkor tessék újra kezdeni. Az oviba tetszett kezdeni? Nem, diploma után mentem én férjhez. De valóban 22 évesen született az első kislányunk, úgyhogy a mi életünk most már más horizontban zajlik. Debrecentől Jász Berényig, Salzburgtól Kistarcsáig megyünk most már utánuk. Négyen, lassan öten alapítottak új családot. Öt diplomás gyermekünk van, ketten még nem. Úgyhogy... Mennyi fiú, egész mennyi nyugodtan lány? Ébredtem. Négy fiú, három lány. És akkor menjünk vissza az elejére. Miből diplomázott? Én hegedű szakos tanár vagyok, úgyhogy a Zeneművészeti Főiskolán diplomáztam. Takács Miklósné, a Muci néni, ha szakmában ismeri valaki, akkor egy fogalom volt. És ígértem ennek csokit, és hoztam is... Azt nem, meg is kaptam még. Nem akármilyen szándékkal, mert van egy névrokon, a Skultétini Breyer Elzsébet, aki az én hegedű tanárom volt, egészen 6 éves koromtól kezdve a főiskola végéig, és az ő kottájában játszik ma is a hivatalos zeneiskolai oktatás, a Lányi Mező Skultéti kottából, úgyhogy Breyer Elzsébet nekem egy nagyon nagy fogalom, és amikor én hozzájártam hegedű órára, akkor mindig kaptam csokit, vagy az ezüstöt, ezüst desszertet, vagy az aranyat. Ha nem volt annyira jó az óra, akkor az ezüstöt, ha nagyon jó volt az óra, akkor az aranyat, és mind a kettő egyformán finom volt, de azért ezzel kicsit jelezte, hogy mikor sikerült jobban, mikor kevésbé. Úgyhogy ezt most én önnek... Hú, hát egy ez névrokon. Élő adásban névrokontól, és egy... Ő egyébként ő megjárta és mind a kettőt... Auschwitzot, Erzsi néni, rengeteget hallottam tőle, nagyon sokat mesélt, amellett, hogy egy profi tanár volt, minden, ami a kezemben van, a szívemben, a zenéről, a hangszerkezelésről, azt tőle tudom, de ő elmesélte azt a történetet, hogy hogyan jött onnan vissza. És hogy volt ereje ezek után még hegedit oktatni? Így van. Egy filozófus emberhez ment aztán feleségül 40 év után, ugye akkor engedték haza őket. Egész érdekes volt a története, mert ő egy alacsony, későn őszülő kisasszonyka volt, és akkor azt mondták nekik, hogy a 40 éven felüliek erre, a 40 éven felüliek arra. És hát ő odaállt a 40 éven felüliekhez, mert hát ő annyi idős volt, és nem hitték ez el neki. Meg őt. És átlendítették a másik, mondtak, ez nem igaz, és ez a menet jött aztán haza gyalog, és ő azon az úton tért meg. Tehát az Isten képe akkor alakult ki. Nyilván ez most kicsi az idő erre, de én nekem ezt nagyon mélyen elmesélte, és egy olyan embert ismertem meg benne, akinek az egész kultúráját viszem azóta is. Úgyhogy fogadott nagymamánk lett aztán, mert ő eljött hozzánk egy katolikus családhoz, hogy lásson karácsonyt, úgyhogy bejelentkezett, hogy ez hogy zajlik egy ötlányos családban. Hogy volt akkor, amikor még a gyerekek otthon voltak? Hogy sikerült egy napját összehozni, hisz akkor is dolgozott, tanított? Akkor még nem volt országgyűlési képviselő. Természetesen. Hát 7 gyermeknél, akik ugye esküvő után egy évre már megszületett az első kislányom, tehát én úgy is vállaltam a munkát egyébként a Tóth Aladár zeneiskolában, a 6. kerületben. Ugye tudjuk, hogy Fischer Ani férje volt Tóth Aladár, tehát ő a névadója. Ismerjük Fischer Anit és Tóth Aladárt. Igen, és mindent, ami zenével kapcsolatos. De ennyi gyermeknél nyilvánvaló, hogy az természetes volt, hogy a prioritást nekem meg kellett érezni. Úgyhogy én több mint 20 évet kőkeményen otthon voltam, csak velük. És akkor magánórákat se adott? Nem. Akkor tényleg csak velük voltam. Öten vagyunk lányok, mondtam. Az édesanyámból is egy ötöde jutott, tehát hogy
valamit jól csinálnak a szülők, akkor azért ebben nem csak én voltam. Férje is nagy családból származik? Ők egy 8 gyerekes orvos családból származik, úgyhogy hoztuk az igényt, vagy valamit jól csináltak a szüleink, úgy érzem, mert természetes volt, hogy tovább visszük. Nem volt direktíva, nem volt gyerekszám igény. Mit sikerült a gyerekeknek átadni a zene szeretetből? Nagyon sok mindent. Minden gyerek tanult zenét, és családi koncertek is voltak otthon. A negyedik gyermekünk szintén Mónika, úgyhogy őt ezúton is köszöntöm majd. Mi is személyesen is. Ő lett zenész, ő Salzburgban végzett egyébként mesterdiplomát klasszikus fuvola szakon, és a győri filharmonikusoknál most szóló fuvolát fúj, hogy ott van állása, nyáron lesz az esküvője, és ő lett a profi zenész, de a többiek is. És a néptánc volt még a másik, ami szintén a zenével kapcsolódik, úgyhogy a Bihari Tánc Egyesületben táncoltak. Teljes gőzben. Vajon ők is nagy családosok lesznek? Hogy, nem tudom, én azt szeretném, hogy boldogok legyenek, és az a társ, akivel egymást megtalálták, az egy olyan szeretett kapcsolat legyen, amiből természetes módon a gyermekek születhetnek, de nyilvánvaló, hogy nekünk egy óriási boldogság. Ezt a országgyűlés elnöke mondta, ezt a kifejezést sokan bírálták, de megmondom őszintén, itt anyák napja környékén én nem hallottam ennyire szépen megfogalmazni, hogy a női önmegvalósítás legmagasabb minősége. Folytatta nyilvánvaló, hogy az unokák születnek. De ez annyira szép az anyaságban, hogy én ezt megéltem a 7 gyermek mellett, el kell, hogy mondjam, hogy 4 unokánk van már. És mikor volt utoljára a hegedű a kezébe? Tegnap este. Gyakorolok minden nap. És mit mondanak erre a szomszédok? Nagyon toleránsak. Simon Irénkeni lakik mellettünk, egy nagyon-nagyon kultúrált zsidó asszony történelmet betéve tudja. Ott sétál mellettünk a folyosón, most már nagyon idős, de amikor találkozunk, ő megállít, és ő akarja végigsorolni a gyerekeimet sorba, sokszor én is összekeverem, de ő sorban végigmondja, és neki kifejezetten tetszik, ha gyakorlok, úgyhogy én külön kértem, hogy szóljon, hogyha bármi probléma van, de nagyon szereti. Emlékezem, amikor a gyermekeim még kicsik voltak, és az egyik éveken keresztül tanult hegedülni, a másik gyorsan abba hagyta a balettot is, és a hegedűt is, de a fiam nem, aztán nem lett belőle hegedűművész, ugyan 14 nyelven beszél, aha, néha előkapja a hegedűt, és hegedül magának, meg zongorázik, de azért ez nagyon fontos. Hogy állunk mi ebbe a kerületben? Hiszen ennek a kerületnek a képviselője volt a parlamentben, mint Fidesz képviselő, a zeneoktatás területén. Ugye most választókerületi elnökként most már 2 kerület felügyelete az enyém, vagy hogy mondjam, képviselete lesz majd esetleg az enyém. Azért is mondom ezt, mert mind a kettőben remek zeneiskolák vannak. Tehát a Tóth Aladár zeneiskola, a Molnár Antal zeneiskola a 7. kerületben. Kiváló szakértői gárdával, ugye a Tóth Aladár egyébként a Zeneakadémiának oktatóiskolája is, tehát gyakorlóiskolája is, onnan nagyon sok tehetség kerül ki, csak pozitívat tudok mondani. Elég sok hangszertára van, vagy hogy mondjam, tehát vannak zeneiskolák, ahol prioritást élvez mondjuk a fúvós gárda vagy a vonós, de itt van minden, tehát a hárfától a gitárig minden tanszak. Szeretem mind a 2 zeneiskolát. Ha már anyák napja van és a nőkről beszélünk, hogy van megelégedve azzal, hogy a pártjában nincs elég női képviselő? Mit tesz ezért ön? Én nem vagyok ehhez jó alany, mert nem vagyok óta párti, és gyakorlatból a politikát nőként élve azért az egy harcos terep. Küzdés mindig az igazságért, mindig terepen lenni, megtalálni az arányokat, nehéz. Úgyhogy én beszélgetek nőkkel, és nem azért nem mennek feltétlenül női politikusnak, mert nem engednék oda őket, hanem mert nem mindenki érzi úgymond hivatásának. Egyébként a önkormányzati szinten, például intézményvezetői szinten nagyon sok a nő, tehát a közélet dolgaiban a nők igenis részt vesznek. Én nem mondom, hogy nem lenne jó, hogyha esetleg a Fideszben is több nő politizálna, de én nem azért mentem oda, mert nő vagyok kifejezetten, hanem azért, mert valami indított engem 2002-ben. Semmiben nem szereti a kvótákat?
Szerintem annak nincs sok értelme. Tehát értelmes gondolatokat nyilvánvaló mind a két nemnek a belső lelkivilága jó, ha megjelenik a politikában, és a női lélektan az egy külön fontos, talán a férfiaknak is. És a nőknek is fontosak a férfiak. Tehát hány ebben kadencián az egyensúlyát keresztül tartom. Volt a parlament tagja? Tessék? Hány kadencián keresztül volt a magyar parlament tagja? Egy cikluson keresztül. Egy cikluson igen. keresztül. A kadencia az más, az ciklus. Az a hegedű verseny. Jó. Csak most volt a kadencia verseny egyébként, igen. azt most írták ki. Igen, azt követtem csak azért. Na most megkezdődött a hajrá a jövőjéri választásokra. Indulni fog? Döntött a Fidesz elnöksége, és mint választókerületi elnök én megerősítettem, tehát az elnökség így döntött. Nyilvánvalóan nem is szakadt meg ez a választókerületi elnöki feladat 2014 óta, bár nem lettem országgyűlési képviselő, de a közéletben az emberekkel való kapcsolattartás az folyamatos volt, és én Mesélj tettem el is. Nekem így anyák napja táján, hogy mi a feladata egy ilyen embernek, akit megválasztanak két kerületbe, választókerületi elnöknek elmegy, megkérdezi mindenkit, hogy van, beszélget a tagokkal, vagy kikkel? Én több mint 20 éve a kerületben élek már, mint Erzsébetvárosban, de hát a Terézváros az otthonom volt, ott jártam a Bartók Konziba, a Zeneakadémiára, tehát az nem egy idegen terep nekem, és nem közlekedem autóval. Tömegközlekedéssel közlekedem, ez így sokkal egyszerűbb, nincs is saját autóm, és nagyon... Jogosítványa van? Van jogosítványom, de nem használom most. Ez nem egy politikai gondolat, hogy még több emberrel találkozzon, és ezért tömegközlekedik? Nem, hát nincs autóm, tehát én ezzel közlekedem, a 70-es trolli, 78-as trolli szinte mindenhova elvisz. Fogadóórák a 70-es trollin? Is. De én fogadórát tartottam egyébként, amikor helyzetben voltam, úgymond akkor külön az alpolgármesteri fogadóra, és külön az országgyűlési, tehát én három... Mert hogy alpolgármester igen, is volt. Négy évig a szociális és kulturális ügyekért, úgyhogy nekem háromszor volt egy hónapban fogadórám. Rengeteg ember fordult meg, és nagyon-nagyon jó tapasztalatom van róla. Én szeretek az emberekkel találkozni, beszélgetni. Úgy érzem, hogy a kampányokat is úgymond lábon hordtam ki, mert nagyon-nagyon sokat voltam terepen, és mentem én magam is ajtóról ajtóra. Jó visszajelzés az emberek tekintetében, akár a problémák, akár a visszajelzések, és ezt én fogom is tenni. Egy percünk maradt hátra, és nem tudom, hogy ön tudja, de ön Európa első zsidó közösségi televíziójának a vendége. Igen, most tudom. Itt van Jákob a robotkameránk, és használja ki, és üdvözölje a 6 és a 7 kerületi, vagy akit akar, hisz látnak minket határon innen és határon túl, és amikor azt mondom, hogy határon túl, akkor nem csak a történelmi Magyarországra gondolok, hanem az egész világra. Úgyhogy mondjon nekik valamit, hogy készüljenek anyák napjára. Itt a kamerája. Nekem anyák napján az első gondolat természetesen a létezés öröme maga, és a hála az édesanyám iránt, hiszen őtőle kaptam az életet, de nem csak a fizikai életet, hanem egy olyan belső motivációt, egy olyan életigenlést, amit talán csak az édesanyák tudnak átadni a lányaiknak. Én azt kívánom, itt most a ballagások és az érettségi környékén is, hogy az, amivel egy pici babát világra hoztak az édesanyák, legyen egy kerek befejezése, illetve egy ifjú élet indításának az eleje, ez az érettségi, ez a ballagás, és örüljenek annak a kis gyermek minden másodperce létének, akit világra hoztak, és legyen benne örömük. A gyermeket pedig becsüljék meg mindezt a szeretetet, és mindig, és soha ne felejtsék el a szüleiket, főleg az édesanyjukat. Köszönöm, kedves nézőm, az elmúlt negyed órában egy névnapos vendégünk volt, Róna Székiné Keresztes Monika, a Fidesz volt országgyűlési képviselője, elképzelhető, hogy az lesz a jövőben is. Ez önöktől függ. Napjainkban fogad a 70-es trollin, és mindenféle olyan jármű, ami közlekedik a 7. kerület és környékén, vagy a 6. kerületben. Problémáik vannak, csak forduljanak bizalommal hozzá. Mi viszont visszavárjuk. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Most előzetesek, és már is ugye egy zenész volt a vendégünk, és jön egy másik zenész, Dés László. Tartsanak velünk. Köszönöm. Én is köszönöm.
Köszönöm.